Hogy abból az irányból érkeztünk a járőrautóval, a pavilon előtt észleltük, hogy itt fekszik ez a személy, megálltunk az autóval, idejöttünk, és akkor itt ugye megkezdtük az intézkedés, pulzus, és stabil oldalfekvés, légutak megtisztítása. A polgárőreink és a rendőrség közös szolgálatot látott el, és akkor észlelték, hogy egy fiatalkorú személy a földön fekszik eszméletlenül, és hány nyásszerű dolog van a szájában. Azt azonnal észleltük, hogy a baj az komoly, mert az az igazság, hogy akkor már nagyon kevesen tartózkodtak az utcán is, akkor biztos mások is észrevették volna, segítettek volna, de komolynak tűnt, nem mozdult, és ezért azonnal megálltunk és intézkedtünk. Megszólítottuk a szemét, nem válaszolt, közelebb mentünk, megnéztük, teljesen eszméletlen állapotban volt, ellenőriztük a pulzusát, ami stabilnak mondható volt, azonban hányásszerű folyadék folyt ki a személy szájából. Ekkor gyorsan stabil oldalfekvő helyzetbe helyeztük a szemét, légutakat, száját kitisztítottuk, és stabilizáltuk a helyzetét, majd ezt követően értesítettük a mentőszolgálatot, akik rövid időn belül megérkeztek a helyszínre, és átvették a további ellátást. Minden esetben, hogyha egy földön fekvő beteget találunk, fölmerül a lehetőség, hogy akár klinikai halott, akár eszméletlen. Nyilván az egyik az egy sürgető állapot, amit meg kell oldani, a másik az eszméletlenség szintén egy olyan korkép, ahol akár halál is lehet a következmény. Így tehát, ha ilyen emberrel találkozunk, rendkívül fontos, hogy azonnal a szakszerű beavatkozást megtegyük. Ezek a polgárőrök, akik itt beavatkoztak ennél a fiatalembernél, a tanultakat helyesen alkalmazták a gyakorlatban. Mire jók ezek a motorok, mire tudjátok használni őket? Hát elsősorban arról, hogy nehezen megközelíthető helyen el tudjon menni, minél kevesebb fogyasztással is, minél gyorsabban. A motorok tartalmaznak egy elsősegély felszerelést és egy forralótókészüléket. Ezen kívül az egyes motorban van egy defibrillátor készülék, ami komolyabb életmentésre is alkalmas. Ezt 12 ember végzett el egy tanfolyamot a mentőállomáson, amivel a motorokat használhatják. Ezen kívül a polgárőrség állományában más nem ment vele, csak aki elvégezte ezt a tanfolyamot.